Ó, mi nehéz, ó, mi fura! Nem ehet húst rókakoma? Egy éve már ígéretem megszabja, hogy mit ehetem. Nem falhat mást vörös valér, répa, bogyó, méz és gyökér? Kat-kat-kat-kat! Most mit szól hozzá, hogy ez a róka mennyire megjavult, hogy vegetáriánus lett? Kat-kat-kat! Igen, igen, és milyen jámbor lett azóta, hogy nem vadászik ránk? Jó reggelt, Miss Clotild! Kocskoda asszonyság! Hogy vannak csibéi? Remélem, minden rendben van! Itt jön szembe a távoli rokon. Megjöttem hozzád! Neved zokon! Jövetelem váratlan. Ó, kedves Ordas Olga! Nagyanyám becses húga! Remélem, van finom jó falat. Könnyű azt mondani, de valahogy el kell lopni. Gyerünk, Valér, ne morogj! A gyomrom már nagyon korog. Eljött az óra. Dicsőítsd meg a te fiadat, hogy a te fiad is megdicsőítsen téged. Hatalmat adtál nekem, hogy örök életet adjak minden embernek. Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, s akit elküldtél, Jézus Krisztust. Ekkor rátörtek a főpap katonái. Elsötétedett minden, pedig csak délután 3 óra volt, de mi így lehettünk szabadok. De a húsvét így nem lenne örömünnep, mivel Jézus bűntelen volt, a halál nem fogott rajta. Sátán az egy ravasz róka, ha megfoghatnám, bezárnám, a kulcsot messzire eldobnám, oly sokszor becsapott már. Jézus a barátom, Jézus a barátom, Jézus a barátom. A régi Oroszországban a véghetetlen hósivatagokon keresztül szánon utaztak az emberek. A hosszú-hosszú tél alatt a sztyeppei farkasok igen kiéhet. Hiába volt a hasító hideg. A férfiak menni akartak, mert mind a kettőnek a zsebében egy-egy eljegyzési aranygyűrű lapult, amit át akartak adni a szeretett hölgyek. Na, gyere, báránka! Ha szükség lesz rád, te leszel a mi megmentőnk. Úgy se lesz rá szükség, jó útunk lesz. Legfeljebb odaadjuk majd a lányoknak ajándéknak. És most már, mint a több üvöltene, azt hiszem, mint a közelednének. Alexej, hajtsd a lovakat, hajtsd! Hajtom én, hajtom! De oda nézz, ott vannak előttünk is! Ott van előttünk egy csomó farkas! A lovak megtorpantak, nem fognak... Egy bárány élete kellett ahhoz, hogy ők megmenekülhessenek. Nekünk is lehetőségünk van új életet kezdeni, ha elfogadjuk Jézus. Azokban a napokban pedig előjött Keresztelő János, aki prédikált Júdea pusztájában. Térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa. Készítsétek az Úrnak útját, és egyengessétek az ő ösvényeit, mondja... ...engedett neki. Jézus megkeresztelkedett a Jordán vizében. Megnyíltak az egek, és látom az Istennek lelkét átjönni. És hozzáment a kísértő. Ha Isten fia vagy, mondd, hogy a kövek változzanak kenyerekké. Megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Istennek szájából származik. Ekkor vitte őt az ördög a szent városba, és oda helyezte a templom tetejére. És híre ment
az egész környéken. Betelt az idő, és elközelített az Istennek országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. És ő tanított zsinagógáikban, és mindenki dicsőítette őt. És lőn, hogy mikor a sokaság hozzátódult, hogy hallgassa az Isten beszédét, ő a Genezáret tavánál állt, és látott két hajót állni a vizen. A halászok pedig, miután azok, és ezt megtették, és halaknak nagy sokaságát kerítették be, szakadozott pedig az ő hálójuk. Intettek azért társaiknak, akik a másik hajóban voltak. Gyertek, segítsetek nekünk! Elszakad a hálónk, annyi halat fogtunk! Evezetek gyorsan ide! Ide gyorsan! Történt pedig, hogy mikor az egyik városban volt, ímé volt ott egy poklossággal teljes ember. És mikor meglátta... Akarom, tisztulj meg! Amint ezt mondta, azonnal eltávozott tőle a bélpoklosság, és megtisztult. Jézus megparancsolta neki, hogy senkinek sem mondja el, mi történt vele. Figyelj rám! Senkinek semmit ne szólj, hanem eredj el, mutasd meg magad a papnak, és vigyél áldozatot a te megtisztulás. Jézus, ő a győztes Isten, a halál többé nincsen. Feltámadt, feltámadt, igen, feltámadt. Hudson Taylor 1832 és 1905 között élt. Az esős Angliában született. Nagyon gyenge fizikumú kisgyerek volt. Már gyerekként megragadták őt a missziós történetek. Fiatal korában elhatározta. Amikor Hudson Taylor először utazott Kínába, egy nagy vitorláshajón tette meg az Angliától Kínáig tartó igen hosszú utat. Kapitány! Kapitány! Elállt a szél! Nézze a vitorlákat! Szélcsend van! A hajó kezd lassulni! És úgy látom, vészesen sodrodunk a part felé! Igen. Épp most néztem a távcsövemben. Annál a partszakasznál vagyunk, ahol a kannibálok laknak. A múltkor is pont itt állt el a szél. És mi történt? A hajó, akivel együtt jöttünk, a San Isabel, kisodródott a partra, és bizony, rossz végük. Nem gondolja, hogy nevetségessé teszem magamat a matrózaim előtt, hogy szélcsendben felhúzom a vitorlákat? Kapitány, addig nem imádkozom a hajóért, amíg fel nem húzatja a vitorlákat. Na jó, rendben van. Engedek önnek, de akkor ön is tegye a dolgát. A kapitány felsietett a fedélzet után. Kopogtattak az ajtón. Szabad! Misszionárius! Még mindig imádkozik a szélért? Igen, kapitány, ahogy megbeszéltük. Akkor hagyja abba, kérem, mert több szelünk van, mint amennyivel meg tudunk birkózni. Jöjjön fel a fedélzetre, és lássa meg, hogy a maga Istene hogy szabadít meg minket. Hogy meghallgatsz engem. Köszönöm, Atyám, hogy ezt mondod nekem. Hívj segítségül engem a nyomorúság idején. Hívj segítségül engem a nyomorúság idején.
Volt egyszer egy jómódú gazda és egy szegény ember. Távoli rokonságban álltak egymással. Egy nap elment a szegény ember a gazdaghoz. Kedves jó rokon, mi lenne, ha üzletet kötnénk? Tudod, nekem van egy méhesem. Van sok mézem. Megígértem, hogy azonnal viszem a mézet. Tegyél rá egy hödőt, és már indulok is. Tessék, uram, tessék! A szegény ember szaladt vissza a teli lábas mézzel. Na, add csak ide azt a mézet! Várj egy kicsit! Mindjárt jövök! A szegény ember ott ácsorgott a tor. Mert egy két serpenyős mérleget még tudtam szerezni, de súlyokra már nem volt pénzem. Amikor megkaptam tőled a túrót, otthon rátettem a mérleg serpenyőjére, és a másik serpenyőbe kimértem az azonos súlyú mézet. Azt hoztam el neked! Bizony-bizony mondom nektek, aki nem az ajtón megy be a juhok aklába, hanem máshonnan hág be, tolvajaz és rabló. Aki pedig az ajtón megy be, a juhok pásztora az. Ennek az ajtón álló ajtót nyit, és a juhok hallgatnak annak szavára. Mivel tehát a gyermekek testből és vérből valók, ő is hasonlatosképpen részese lett azoknak, hogy a halál által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, tudnélik az ördögöt, és megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt teljes életükben rabok voltak. Engedelmeskedjetek azért az Istennek. Álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek. Közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzá.